Na szárvusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódnak az alapját Béka, béka adta az Extreme Hard Enduro csoportból, vett egy, vett egy rugó, állító, előfeszítést, állító szerkezetet, és nem tudom, amit ő hogy a fog-e sikerülni, nem nagyon. Nem nagyon, még gondoltam, hogy, gondoltam, hogy elmagyarázom. Bár ott a kommentekben megnézitek, elég, elég értelmes magyarázat is van. Magyarázat is van rá, hogy miért nem jó. És én mondok pár tippet, hogy amit ő akar, mondjuk, hogy kiáróban neki csapja, és összeül a sággá, hogy hogy tudja korrigálni, hogy tudja korrigálni annékül, annélkül, hogy hogy a rugót cserélne, vagy vissza vissza aligatna örökké a motrot már. Uh, uh, nem is tudom, szerintem nem gondolta meg az ötletét, mondta, hogy a feljáró alatt felemeli, felemeli, uh, hogy Pojanani, igen ám, de uh, ahol van emelkedő, ott lesz is, nem igazán jó ötlete nem igazán jó ötlet a seggét kiemelni, és gyakorlatilag szabad is reszkedni, úgyhogy szerintem ezt nem gondoltát, nem gondoltát. A jó, a jó a dolog biztos, könnyen állítható, a bár nekem is volt a, a, volt a traxom, azon is az volt rajta, egyszer-kétszer állítottam, beállítottam egyszer a, egyszer a, a az én stílusomnak, motorozási stílusomnak azóta, azóta, sőt, egyszer vagy kétszer állítottam, azután se kellett állítsak. Egyszer beállítottam Jós, ami az én motorozási stílusomnak megfelel, és, és, annak jó. Békának pedig a crossozik, crossozik, kell venni külön. Oda első is fog kelleni, meg hátsó is fog kelleni. Én külön, külön uh, uh, crossra, cross pályára uh, bálított, uh, bálított futóművet. Más, más, lesz a szelepelése is, más lesz a rugóerőssége is, és uh, be, természetesen az ő kilójára. Az ő kilójára. Uh, no, nem tudom mennyit írt, 100-110 kiló, az elég nagy meg, elég nagy tömeg, és uh, tudjuk az ugratásnál, gravitáció húz lefelé, egyre, egyre fog nőni az a tömeg. Nem csökken, hanem nőni fog, úgyhogy crossra, crossra jó erős, jó erős rugókat, rugókat kell tenni. Hard hardendúróba. hard duroba, hát, hát, már erős egy extrém kell legyél, hogy erős, erős, jó, erős, erős extrém kell legyél, hogy nála a a, a gyári futóművekkel motrozni, mondom, és elég, elég extrémen túl is kell lépjed a határokat, a úgy temekben, be, mint, mint bármiben. Már ott mozogsz rajta, rengeteget lehet korrigálni maga a testtömegeddel, ha sággá ülesz szép, elébb viszed a ha az ülesz szép, hátra viszed, tudod-e, tudod-e, korrigálni, picibá korrigálni. De neked. megmutatom, maga, a, maga az előfeszítés, maga a rugónak az előfeszítése nem fog, nem fog, segíteni. Ha ez úgy lenne, hogy mondod, hogy ráfeszítek, és erősebb lenne, akkor még magamra vennék, mielőtt ülök fel a motromra, magamra vennék 20 kilót, mivel mikor barakod is a, a teleszkopot, barakod a, berakod a, a motorba, ráteszed a motornak a súlyát, meg is, akkor is, akkor is a rugó előfeszítést fog kapni. És akkor még 20 kg a hatamra kapnék, még nagyobb, erő, még nagyobb előfeszítést kapna, és gyakorlatilag meg lenne oldva a rugó kérdése, nem, kéne, nem kellene más rugót, nem kellene a társúlyodra való rugót. Ennek a rugónak, mondjuk beszéljünk fix 100 kilóra van szüksége, hogy menjen ezt a kopra. Tehát ha előfeszítést adsz neki, összehúzod mondjuk a felire, összenyomod a felire, úgyis ha a 100 kilót, úgyis 100 kilóval fog kopra ezt Ez egyszerű, azért nem kell Nem kell sokat elmékedni, gondoltam egy kicsit ilyen parasztosan, nem mondom, hogy értse meg mindenki. A rugónak az árája megvan adva vagy egy, egy adott tömeg, vagy erő, az 100 kiló, 100 kilóval lesz a neked kopra. Ha előfeszítést annyit adok neki, hogy félig összehúzatom, összehúzatom, úgyis 100 kilóval neked össze fog menni kopra. Úgyhogy ez nem fog rajta segíteni. amit ami egy kevés időt nyársz vele, egy kevés időt lehet nyárni vele a, a rugónak az útja, mivel előfeszítést adsz, kiább ki nyomja a teleszkopot mondjuk egy centivel, még természetesen rajta a motor, te meg a tájézét, és azt a centi, azt a centi időt fogod nyárni vele, de úgyis össze, össze fog, ütni. Az időnyárásége, mondom, az nem, az nem meghatározó, és mondom, telepén neked nem fog senki, hogy az árászkedőbe, emelkedőbe elmentek egy tízás csapattal, és nem fog, Várni. gondolom a tíz ember utánat, hogy te állítod, hogy kimenőben még kiáróba mész el, emáld ki a seggét, bajáróba mész el, erre az az. egyedül motrozgatsz az elmény, de amikor csapatban, csapat nem várhat, nem várhat az hogy állítgassad a teleszkopodat. Amivel sokkal több időt, ami neked a bajod, hogy hirtelen neki csapód, mondjuk a feljárónak nagy sebességgel, ott is van a fizika pont ugyanaz, mint az ugratásnál, neki csapódsz effektíve, neki csapódsz a falnak, a kiálló falának, amin fel akarsz menni, és összeűr a, összeűr a teleszkópa. Ezt te csak rugóval tudod, viszont tudsz járni időt, hogy gyorsabb, hogy legyen időd, egy picivel, egy pár századdal legyen több időd, hogy korrigáljad a, korrigáljad a táste, testedet már, az összeállítja a sággá, akkor tudod, hogy picit, picit hogy a, a ne jusson akkor a tárhelés, jusson az első futóműre is, ne csak a határa, mert ha űsz rajta, akkor természetesen csak a határa fog kapni tárhelés. De ha viszont úgy érzed, hogy elég idő nincsen, hogy korrigáljad magad elé felé, akkor lehet, lehet állítani a kompresszión. kompresszión. A időt, ha erősíted több idő lesz, több idő lesz neki, neked, hogy nyomd össze, nyomd össze a teleszkopodot. Erősített fentről több idő, több idő lesz, vagy gyengített, hamarabb, hamarabb fog jönni, nehezebben, evel időt, időt tudsz járni. De ugyanazzal a tárháléssel, ugyanazzal a tömeggel, a rugót, tehát ugyanúgy kopra fogod nyomni. Picit fog változni, fog, fog változni az idő. És azért mondom, hogy ha neked ez a teleszkop, ami van most benne, megfelel Harden akkor egyet kell, kell, külön, külön. Már a rugó nem fogja megoldani neked a crossos menetedet mivel, mivel, mondom, a szalapelés nem lesz jó. Egy erős rugóval így fog, így fog járni, nem lesz egyszerűen, nem tudják a benne levő szelepek megizélni, mivel erősebb bányomódik, ezt erősebben is húzódik szét. Úgyhogy Ennyit akartam mondani, hogy a jó megoldás biztos már könnyen állítható, de én egyszer a húsvárnán is beállítottam, többet, többet nem kellettem, többet nem kellett állítsak. És mint mondtam, az nem megoldás, az biztos száz százalék vagyok benne, hogy nem lesz megoldás. Megoldás az előfeszítés, az előfeszítés. Csak a akarsz ugót egy kicsit fogy le, mert láttam, hogy elég, elég, nagy. Egy kicsit lefogysz, és egyből már sokkal jobban fog működni a futóm. Én mondják nekem, nekem srácokkal is vendégeim voltak a hétvégén, elég jó csapattunk. Már én úgy láttam mindenkinek, mindenkinek arra a terepre, terepre megfelelő, volt a, megfelelő volt futóművel. Nem, mindenki, mindenki jóra uh, jó remeke. Nekem is a gyári futóművekkel nincsen. Ezt azt minimális változtatásokat csinálok rajta, de nem kell, nem kell semmi extrém. Ez az én kilómra, az én kilómra. De van nekem is egy 120 kilós haver, annál mindent kéne cserélni, mert mindenütt koppon van. Ahányat lépik, annyiszor, annyiszor koppan ezt a motor, azt csinálhatsz neki akármit, rugó, csára nélkül, és ha túl az erőséget egy-két egységgel túlléped, akkor már a szalapelésével is kell foglalkozni, már te. Gyakorlatilag, ha a szalapelésed nem lesz jó, nem csináltál ismét semmit. Úgyhogy nagyjából ennyit akartam volna. És kösz az ötletet a videóhoz, mert tényleg, tényleg már gondolkoztam rajta, mit tudnék gyorsan csinálni, de ez jó, ez jó ötlet volt, ez jó ötlet volt, és a te gondodot, te, te gondodod, nem fogja az a szerkezet szerkezet megoldani. megoldani. Na jó, van srácok. Nagyjából ennyi volt az a mai videó. És majd találkozunk egy következő. Szervusztok!